Szent György napja ható Katalinig, itt a hány. Aki nem szereti, az meg se próbálja ezt tenni. Ez úgyse fog haladni semmire vele. Nagyon, nagyon. Sok, sok munka van, sok, sok. Ása lát képzelni egy kívülálló, például az nem, nem tudja elképzelni, hogy amikor az ember a családot fejkel hozza ide, hogy találkozzon, akkor mi van? Egy éjjel, négy órai alvás, a többi még talpon. Akkor is, ha alszik, ha... Hát ugye még éjjel is vannak meglepetések, jön a mátra, jön a farkas. Ugatnak a kutya, fejkek állni, sötét. Tíz ember se ér meg egy jó kutyát. Az esztén, ugye, a jó kutyát nagyon-nagyon meg kell becsülni. Vannak jobbnál jobbak, mert tudnék olyat mondani, amelyik körbe-körbe járja a sárgit. Nyomot fog, farkas, vaddisznó, medve. Az már a nyomon szalad elő, tisztítja a területet, tehát ugod, fut, ha a sárg előtt valami van, van fejkőti, ázavarja. Éjjel az ember nem lát, nem hall. Ők meg intézik éjjel a dolgot. Mi meg ezt meg kell fizessük neki, hogy szépen bánunk velük meg. Jól tartsuk, meg kiméljük őket. A pakulárok elkészítik a reggelőket, megfőzik a turós puliszka. Háromszor csinálja a veszten a bal. Annak függvényére, hogy hanfejű. Gyugon. Megcsinálják azt a búzot, ahogy mondjuk úgy románosan, tehát egy kuliszkát kiterítjük közepébe, belé tesszük a turótok, és ezt akkor göngyölítjük pont, mint egy gombót. Álljon az óra. 7 óra, 8 óra. Az állatokkal általában a régi óra szerint megyünk, nem az új óra szerint, a nyári időszámítás szerint. Elengedjük a jókot, megadjuk nekik azt a hetszást, hogy szaknyelven mondjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy se jó, se kácská, ugye harmatos a fű, amíg ő nem megy egy kilométert, 5-600 métert. Lássa teszi a fejt, hogy egy jó pakulár ezt nagyon jól tudja,
és megengedi, hogy menjünk. Hogy akkor most egy zordó. Elá végeztük, aztán a készülök, vére az ebéd. Felakasszuk, hogy a levá folyjon le. Most merjem a sovót bele a csebérbe. Hogy a csebér ne üljön ki. Délben csinálunk sajtot, és akkor meleg a csebé. Na, ennyi. Most délre. Teszem az ebédet a legényeknek, faszújkat, baplavás. Most elvannak menvel a fája jókkal és a meddükkel. 12-kor jönnek elé. Fejünk. Akkor ebédelünk 2 órát, 1 órát, legények pihennek. Minden legénynek fizetünk 7 millió lájt. Egy hónapról, egy csomag szivar, reggel délbe enni, este kávét, este reggel délbe, 15 napi szabadság, azt fizessük. Megfájjuk, akkor fogunk csinálni sajtot, bordát, adjuk ki a népnek, egy jura, adunk 6 kiló sajtot, és egy kiló ordát. Lép nekünk fizet 200 lájt minden darab euró. És mi abból fizessük a legényeket. 7 millió lájt minden legénynek. 40 000 lájt egy csomag szivar itt nálunk. És még egy kenyér is, ad is 40 000 lájt. A gambálat még kell, pálinkó, sör, bor. Sok mindenki, még amellett még fiatal fejlépeskét. Itt nekem egyedül jó az esztelán. Vannak tyúkok, disznyók, lovak. Még kakas is van. Kiskutyám is van. Gyere kiskutya. Igen, hey, mi ketten vagyunk az esztelán. De nem jelent senki idegenem, bébi. Csak mi ketten. Ez a kiskutya hírtad nekem erősen. Szolgál mindegy katona. Ülünk az erdőn. 5 hónapot pusztak, megyünk le a mezőre. Nagy hidegek vannak itt erős nálunk, erdő. Van mező, de sok a faluban nekünk kicsi mezőnk van. Inkább hegyes, völgyes hely van itt nálunk. Itt ülünk 5,5 hónapot, ennyit ülünk az erdőn. Megudjuk, mi is van itt. Szép a hely, szép a tanya, minden jó. Egészség van, hála Istennek, friss levegőn vagyunk. Két órát felveszem a fej is, akkor ebédelünk, egy óra pihenünk. Naponta 6 órát a fejőszéken ül az. Gondolja meg. Úgy.
április 20-a attól október 20-ig. Lehasson Santit, mert ha maga olyan a területünk, hogy több iszapos háj van, többször agyarolatos, vannak olyan jók, amelyeknek gyengébb a körmes, megrohad. Tehát akkor azt addig kell pucolni, ha sajnáljuk, ha nem az állatot, ha fal neki, hanem amíg eleven lesz. Tehát akkor van ez a spray, mivel hogyha 3-4 szél lefújjuk, akkor a sebet békati. Tehát nagyon hamar gyógyít ez a... Csak az odafigyelés. Csak odaallás, mert tényleg az megköveteli. Ütembe terelni, ahogy kellene. Mert azért megvan annak is a seregnek egy tempója, amiben megy, mert a jó általában úgy eszik, s megy. Nem megáll, mint a tájén vagy a ló, hanem menet közben eszik, és akkor a hátsó örökké kell menni. Annak ideje nincsen, és utóvégül leromlik, elesik, le kell vágni, kapsz. Behúzzuk a tejet, ami természetes ótó, kis barany, mikor levágjuk, elveszik tőle az ótót. És akkor egy keresztet vettünk régi szokás szerint. Na most itt kézzel összetörtük annyira, hogy nem olyan darabos, még finomabbra csináljuk. Addig, amíg nincsenek benneje, gulókak. Most jön a türelim. Nagyon lassan kell, úgy mondjuk, hogy összeszedni. Tehát, hogy összeálljon a megaludt tál. Miki, te tanulod? Sietünk, erősen nyomjuk, akkor csak szaladnak szét. Óvatosan, lassan nyomjuk. Kalt feneke fele. Mint ha hézzel ragasztanám az agyagot a másikhoz. Lassan, lassan összefogalni. Nem pedig. Ez, ha minden jól csinálódik, úgy ki kell jöjjön innen a zsebőrből egy bogoly, abban nem szabad maradjon szinte semmi. Tehát úgy össze kéne álljon ez a massza. Csak marad a savú. A ruhát alul kifeszítem a zsebőr fenekén, végighúzom, hogy nem maradjon semmi. Tehát mintha egy szűrővel venném ki. Ügyesen behúzzuk, alá a türelemmel, húzom, fűrészelem alá. Hát kell jöjjön alatta, hogy tudjuk összefogni. Andra. Megbillentem, és belefordult. Haj, még, hadd el, Perci, még kicsit meg zsáncolom, érte. Na most vesszük ki, tessék, filmet. Igen. Most jön.
minél jobban kipréseljük, annál finomabb sajtunk lesz. Most ával is nagyjából megvónénk, kitárítjuk, és most ügyesen meggyúrjuk, mert ugye így a sajtruhát csavarjuk, nem tudjuk kipréselni belőle az egész sót. És ha nem gyúrjuk meg, akkor nagyon-nagyon tippat sajt lesz. Nem lyukasodik mit ki a bele. Épp azért is meg hagyományos szaknyelven itt nálunk úgy mondja, hogy meg zsáncoljunk. Akkor megint össze az egyik ott. Tuhába kezdjük újra kipréselni, hogy minél kevesebb savú maradjon benne. Nyomogassuk, azt ugye érezzük, hogy még puha, még van benne. Elvégeztük a sajtot, a savót azt beleöntöttük a fazékba. Általában ezt nyitott tüzön szokták csinálni, vagy belesülyeztett ugyanilyen kajhában nagyobb. Attól függ, hogy kinek mennyi állatja van, lassú tüzön. És amikor lássuk, hogy kezd forni, akkor óvatosan kavargass. Ennek is van egy, mondjam, taktika, egy módszere. Ezt úgy kell kavargatni, hogy ne törjük össze, amikor fő, akkor kezdjük az orda csomókásodni. És annál finomabb az orda, hogy egybe csomókásodik még. Már ha kezdjük kavárgatni, mint a
pityókatok adok, összetörjük, és sose lesz belőle jó urda. Hájtad ez az emberekkel. Rák, suppultam. Te hallgass, ne beszélj sokat, Edi. De nálunk azért a vidéken, hegyes vidéken. Akkor szoktuk megnyírni, amikor költözünk például havasra. Tehát azért nyírünk ma is elején fenn a havason, hogy addig azokat az ordidőket bírja ki. Szent György napja hatok, ma is 15-ig, 20-ig vannak a hosszabb idők. Ugye, hogy valóság nagyon összefonódik a nép. Hagyományul a népszokás. De ebben az időszakban van, amit említettem, a fagyos szentek. Szerat, Pograt, Bonifa. Na, ugye úgy mondja a román is, hogy ezek a fagyos szentek rendezik meg a jókat. És azért fönnyírunk. De az is csak egy néphagyomány, hogy jobban eszik. Azért eszik jobban, mert hidegben fagadik. A jót az mindenféleképpen megnyírunk. Előbb-utóbb megnyírunk. Ébe kétszer megfüröztődik, kap egy rendőrosságot, adottó még hangya, bogár, tetű, kovács, minden beléd megy odasodnak. Nincs szabadulás. Ma maga az élősködi, ha akar elmenni, akkor se tud elmenni. Összefonódik a gyapú. Egy idő után aztán akkor jó, lebetegedik. Belés dögli, leromlik. Hát ezért muszáj menni. Jó ott megnyírni most. Most vesztesi. Aki nem tudja saját maga megnyírni a juhát, másol nyírati, nyírassa meg. Többbe kerül a nyírás, mint amennyit kap vagyok. De még az se lény, de nincs hova aludni. Nyírás kerem valkás, hogy minden ezért éppen a dajért nem rakjuk nyírni. Idővel azt kell megcsinálni. Birkánál, ami valamikor értékes dolog volt a gyapjú, szinte nem ésen. 90% az embereknek
Talán azoknak, akiknek 5, 10, 2, 3 juhó van, az áldobja egyszerűen a szemétbe dug. Akinek meg több van, 100-ok, 200, 300. Elviszi 150 juhónak a gyapját, és nem tud egy ebédet csinálni annak a 3-4 embernek, aki megnyíli. Nem elég mit adnak éte, hogy megtisztelj, adj egy ebédet, ugye dolgozik az ember. Tehát magyarán mondva, ötszörösen kerül a nyírés, mint a gyapjúnak az ét. Egy juna. Most óvatosan a szűrővel belémerítsük és beleürítjük a gézbe, a hordaruhába. Minél óvatosabban csináljuk, annál jobb. Tehát itt is az, hogy ne törjük össze. Ezek a román eredeti szók onnan maradtak, hogy itt hosszú éveken keresztül a pakulárok 90%-a mind Vráncsa megyéből voltak, a regálból. És ezek a kutyahívások, hogy küldés nála oly, menj a juhok mellé, vagy mikor hívod nála miné, hajaicsa, gyere ide, ezek mind onnan maradtak. Tehát románul tanul meg a magyar kutya egyszerűen, mert hát román emberrel van egész nyáron. Ez így hagyományszerűen visszamarad. Magyar ember és románul küdi, hívja úgy a juhot is. Úgy fütyölnek is. Ne vajj, mert azt tanulja meg. Aztán általában a román fakulárok sipogó fütyölnek nekik. Amikor hívja magával, akkor egy más dallamot fütyöl, hogy amikor ki kell hajtani, fájni, hogy mely tereli, akkor tehát parancsolóan. Al nézi, lassú, hogy az eleje a csordának nem juhári megy, akkor rásippan. Ő úgy megtanítsa, hogy éjjétem belül, be tudnám mutatni, hogy elengedem, és akkor, amikor rejsipantok, fordul. Már tudja, hogy amikor így menet közben egy erős síp szóval, akkor át kell térni valamára. Egyedül jár velik, elébe áll a csóra elébe, és akkor csak ezt ugye lágy dallamokat fütyel is. Áttér egy jó román nótára. Rendesen megszokja, és mennek utána. Volt egy gyerek nekem itt a nyáron. Többen megállítottuk az úton, és azt mondják, milyen öreg pakulárod van, olyan szépen énekel a juhok a kecskéknek, és mennek utána. Hogy csinálja azt? Hát mondom, az az ő mestersége, de ez valóban így volt. Ej, mi van Rice, mi van Rice? Majestom pojenice. Zamaj suneta čihuaja. Катари маєш бон лев'яри, міоріце лає, бика лає. Каде ботай зеленкваче, гуріця тану змайтаче. Падя! Ще пуйвоті тот пе міне, парка мама йду кан лумі ме. Хоці лає! Падя! Hey,
Nem értem, mit mondasz be. Azért nem tudjuk tovább várni, mert lassú, hogy nem várnak téged. Mikor oda is adok? Nem tudom. Juste! Oh, te jó. Köszönöm szépen, hogy mi lóg itt a fülelőn? Mi az a oda jöttünk, hogy manapság a juhból csak a sajtot tudjuk értékesíteni, meg a bárányt. Azt is meg kell gondolni nagyon, hogy hova teszem, kinek adom, és hogy adom. Nehéz. Nincsenek felvásárló központok, nem segít senki a gazdán, ahhoz pedig, hogy valami nagyobb farmot csinálni. Egy szegényebb ember ezt nem tudja megcsinálni, tehát másra van utal. Csak arra támaszkodnánk, hogy a piac vagy az zizérkedők. Egy-két esztendő belül fel kéne mondani róla, mert nem bírna az ember anyagilag. Nincsenek árok, követelmények vannak. Ugye már attól, hogy csinálj egy esztenát, kiköltözzé, állatorvos, rendes orvos, hogy egészséges vagy, sajtot csinálhatsz, fájhatsz. A néptanácstól tulajdonjogi engedélyek beszerzése, mind pénz. Jönnek a kötelező oltások, ami nagyon drága. Mikor összeszámolod, nagyon-nagyon-nagyon kevés marad belőle. Ha marad. Ezt este az esztén a bács, aki csinálja a sajtot, az oldalt, ez a legutolsó folyamat a sajt készítésbe. Ez körülbelül este 11 órakor kerül sor el. 8-kor fáj, 8-tól 10-ig megcsinálja a sajtot, ez amíg lefő. 11-12, akkor fekszik le az esztén a bács.